Igen, de gyerekek, a mai órán, ezen a rendhagyó órán a szexuális úton terjedő betegségekről lesz szó. És akkor ezen közül először kezdjünk a baktériumokkal. Ők ugye a prokarióták országába tartoznak, vagyis rendelkeznek valódi, körülhatárolt sejtmagnak. Gellért? Azoknak nincs is sejt. De nincs sejtmagjuk, de én nem emlékszem. Figyelj, hát nézzük meg szerintem. Pillanat türelmet kérünk. Hát... Nincsen, de csak teszteltelek, hogy figyeltek-e az előadásra. Ez az antibiotikum, amelyet az 1900-as évek elején Szent Györgyi Albert fedezett ugye fel, mindenki tudja. Gellért ismét? Tanár úr, azt Alexander Fleming fedezte fel. Nem Szent Györgyi fedezte fel. Hát figyelj, megnézzük, hát én nem tudom ezeket. Ennek már megint igaza van. És a Fleming, akkor mi van? Ha ennyire tudjátok, akkor tartsátok meg ti! Ez rohadt nagy gáz volt. Hagyján, de amit ezek a 11 D-sek műveltek, az több a soknál. Mit képzelnek ezek a kis... prokarióták? Várjál! Van saját magjuk, vagy nincs, én nem is tudom, hogy van ez. Hagyjál már, kit érdekel? Inkább azon gondolkodjunk, hogyan hozzuk meg ezt a sértést. Mit képzelnek magukra ezek a kis majmok? Ez az. Micsoda. Bemegyünk a termünkbe, és bekerünk mindent. Padot, széket, viszketőborral. Aztán vakarószaknak. Mindeket van olyan viccet? Nézd csak ide! Hát ez nem jött be. Van valami ötleted? Hát ami azt életi, van. Tudod, jön a névnapom. Igen. És van egy olyan szokás itt a suliban állunk, hogy amikor névnap van, akkor hozunk valami süteményt a kollégáknak. Kollégáknak. Hoztam egy kis süteményt a kollégáknak, meg hoztam egy kicsit ezeknek az idiótáknak is. De normális vagy ezeknek? Ez nem akármilyen süti lesz, szám. Nagyon ízleni fog ez nekik. Gyertek, hoztam egy kis sütit névnapra. Egyetek, gyerek! Vagy, hogy te milyen rendes vagy! Hogyan? Fussatok, barátok! Fussatok, barátok! Ó, már mindegy. Te ezeknek akkora arcukban, mint a kezük, biztos, hogy el meggyúrni. Elmegyünk, elcsenjük a cuccukat, ezt messzerenyben hazajönjük. Ez baromi ötlet. Benne vagyok. Menjünk! Gyere, gyere, mosogatják be! Vigyük be a cuccukat! Gyorsan, szedjük!
Most akkor mi van? De akkor kinek a cucca van náluk? Hé, testvérem! Jel akarjátok lopni a ruháinkat? Mi csak... Úrlegit, valami felejtés történt. Mi már megyünk is. Persze, persze, akartatok lopni a cuccunkat! Kasti fitek, viccesek vagytok! Túlzásomban azért ne essünk. Fogd be, gyere velem! Szép jó estét kívánok! Valamit kértek, kedveském? Egy vizet csillagom, de szaporám! Na mi lesz már? Nyugi, nyugi, pár másodperc. Akkor nyugszok meg, ha végre felrobbannak ezek a kis semmire kellők. Jó, jó, ne aggódj. Hé, te is hallod ezt? Mit? Ez mi volt? A májat, hogy nem érkez vízzel. Én még mindig vigyázok rátok.